Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy táges horoszkóp a védikus asztrológia szerint. Ha szeretnéd tudni azt, hogy melyik jegyben születtél, az indiai asztrológia szerint a felvétel alatt van egy tabella, tehát utána nézhetsz. Ez a felvétel eltart május 2-ától május 4-ig. Az indiai számítás szerint a hold a bika jegyében mozog, és eléri az arany kaput az ekliptikán. Itt vannak a hiádok és a plejádok. Én ezt összeszoktam hasonlítani a mesével, Holle anyu meséjével. Hiszen a hold itt ezen a területen a kritika holdházban van, és az azt jelenti, hogy fontos döntéseket hozunk. A kérdés az, melyik irányba tekintünk, mi vagyunk az aranymari vagy a pechmari, attól függően, hogy optimisztikusak vagyunk-e vagy pessimisztikusak. A mai napon, illetve a napokban is nagyon erős energiamező van, hiszen Neptun bolygó, Jupiter bolygó, Vénusz bolygó, a hold és a nap nagyon erősen hat, tehát jó jegyben állnak. És Szaturnusz bolygó otthon érzi magát a vízöntő jegyében, hiszen uralkodik a bak jegye felett, és uralkodik a vízöntő jegye felett is. És én most kezdeném az egyes jegyekkel. A kós jegye. Itt van az indiai számítás szerint a nap. Utal a havi témára. Ez lehet egy új irány, vagy egy új kezdet. Itt van Uránusz bolygó, és Uránusz bolygó hatása alatt vannak változások, meglepetések, és itt mozog Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó. És itt nálunk kós jegyben születetteknél vannak kármikus témák. Ez lesz egy megváltozás, egy új irány. A hold és Merkur bolygó a szomszédban van a bika jegyében, és mint jó szomszéd segít, megajándékoz. Ez lehet egy jó hír, egy kellemes esemény, ami megnyugtató számunkra. A bika jegyénél lehetnek pénzügyi dolgok, vagy egy szép környezet, mint például most a kertet rendezni, tehát lehet egy kerti munka is. Vénusz bolygó, Neptun bolygó és Jupiter bolygó szintén a szomszédban van, tehát segít. Itt szerelemről van szó, igazságról, vagy egy bírósági ügyről. Itt elképzelhető, hogy élhetjük az álmainkat. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó a vízöntő jegyéből szintén segít, hiszen a vízöntő jegye a levegő eleméhez tartozik, és a kós jegye a tűz eleméhez, és a levegő eleme és a tűz eleme barátságban áll egymással. Tehát itt megvan az életerő, valami vagy valaki kihat a sors utunkra, ez segít. Mars bolygó hatása alatt lehet egy férfi is. És akkor itt megvan a könnyűség vagy a kommunikáció. Az ikrek jegyében nincs mozgás, nincs külső behatás. Ami a kommunikációt és az érzelmeket illeti, a bika jegyéből jó hatással van a hold és Merkur bolygó az ikrek jegyére. Tehát itt stabilizálódik valami, olyan megnyugtatóan hat. Vénusz bolygó, Neptun bolygó és Jupiter bolygó nincs jó hatással az ikrek jegyére, tehát itt még vannak nézeteltérések a párkapcsolatot illetően, vagy az ikrek jegyében születettek átélnek valamit, ami igazságtalan. Ami viszont Mars bolygót és Szaturnusz bolygót illet, az jó hatással van.
ami ad életerőt, lehet egy férfi is, aki segít, és Szaturnusz bolygó segít abban, hogy valami itt rendeződjön. A rák jegye. A rák jegyében nincs mozgás, viszont van hatás kívülről, ez a Jupiter bolygó energiája alatt áll. Valaki segít, vagy vannak lehetőségek, valami örömteli. Ami az érzelmeket, tehát a hold energiáját és Merkur bolygót illet, az jó hatással van a rák jegyére. És a szerelmi élet területén, vagy egy bírósági ügyben szerencse van a rák jegyénél. Ami Mars bolygót és Szaturnusz bolygót illet, ez olyan távolságban van a rák jegyétől, ami azt váltja ki, hogy nem szabad visszahúzódónak lenni, hanem itt kimutatni az életerőt, a bátorságot, vagy keresni a kapcsolatot egy bizonyos férfivel, és akkor így rendeződnek a dolgok. Az oroszlán jegye. Az oroszlán jegyében nincs mozgás, viszont van külső behatás, illetve itt tükröződik valami. Hiszen Mars bolygó és Szaturnusz bolygó szemben van a vízöntő jegyében, és ez olyan, mint egy tükör, amibe bele kellene pillantani. Itt életerőről van szó, vagy egy bizonyos férfiről, azon kívül a sors útról, sorsdöntő változásokról, eseményekről, döntésekről. Itt nem csak a tükör jellemzi ezt a kapcsolatot, hanem olyan, mint egy mérleg. Itt kell a belső egyensúly, ne túl sokat, ne túl keveset, úgy mérlegelni a dolgokat, és így őrizni a kapcsolatot. Ami a szerelmi ügyeket illeti, vagy egy bírósági ügyet, itt vannak más vélemények, és valami még olyan bizonytalannak tűnik, olyan átláthatatlan. A Hold és Merkur bolygó nincs jó hatással az oroszlán jegyére. Ez lehet egy rossz hír, vagy igazságtalanságok, viták, veszekedések, és megvan ez a belső nyugtalanság. Lehet, hogy vannak félelmek is. A szűz jegye. A szűz jegyében nincs mozgás. Viszont Jupiter bolygó és Vénusz bolygó szemben van, itt tükröződik valami, ami a párkapcsolatot illeti. Esetleg lehet egy bírósági ügy is. Bele kell pillantani ebbe a tükörbe, megőrizni a belső egyensúlyt, valamit tisztázni. Mars bolygó energiát küld a szűz jegyébe, tehát valaki vagy valami segít, életerőt ad. Merkur bolygó és a Hold jó hatással van a szűz jegyére, hiszen mindkettő a Föld eleméhez tartozik. Ez nagyon megnyugtató. A mérleg jegye. A mérleg jegyében mozog Kétu, a lefele mozgó kármikus csomó. Tehát itt vannak kármikus témák, emlékek a múltból. Különösen, ami az érzelmeket illeti. A Hold és Merkur bolygó olyan távolságban van a mérleg jegyétől, hogy itt vannak még nézeteltérések, bizonytalanságok, viszont megvan arra a lehetőség, hogy tisztázzatok valamit, különösen, ha érzelmekről van szó. Neptun bolygó, Vénusz bolygó és Jupiter bolygó szintén olyan távolságban van a mérleg jegyétől, ahol még olyan bizonytalanságok vannak a párkapcsolatot illetően, vagy az igazságot illetően, hiszen itt valami még átláthatatlan, amit ki kellene vizsgálni. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó jó hatással van a mérleg jegyére, hiszen mindkettő, a vízöntő jegye is, és a mérleg jegye is
a levegő eleméhez tartozik. Tehát itt megvan az életerő, vagy egy férfi adja a könnyűséget a levegő eleménél, gyakran kommunikációról van szó, vagy elgondolkozni azon, hogy tudnátok a terveiteket megvalósítani. A szkorpión jegyében nincs mozgás, viszont van külső behatás. Merkur bolygó, a hold szintén szemben van a bika jegyében. Ez olyan, mint egy tükör, oda kell figyelni az eseményekre, és keresni a kapcsolatot, a beszélgetéseket. Jupiter bolygó energiát küld kívülről, Szaturnusz bolygó szintén. Itt van egy ajánlat, lehetőségek, amit most meg tudtok valósítani. Ami a szerelmi ügyet illeti, tehát Vénusz bolygó energiája és az álmok megvalósítását, Neptun bolygó hatását, azon kívül az igazságot, amit Jupiter bolygó jelent, akkor itt szerencse van, hiszen a szkorpión jegye a víz eleméhez tartozik, és a halak jegye a hol, Neptun, Jupiter és Vénusz bolygó van, szintén a víz eleméhez tartozik, itt megvan a harmónia, az egyhang. Viszont Mars bolygó és Szaturnusz bolygó nincs jó hatással a szkorpión jegyére. Nehéz itt ez a könnyűség, hiszen a szkorpión jegyében születettek úgy gondolják, ó, minden olyan nehéz, nem mennek előre a dolgok. A nyilas jegye. A nyilas jegyében nincs mozgás, nincs külső behatás. Viszont Mars bolygó és Szaturnusz bolygó segít a levegő eleméből, hiszen a nyilas jegye a tűz eleméhez tartozik, a vízöntő jegye a levegő eleméhez, és a tűz eleme és a levegő eleme barátságban áll egymással, ez nyújtja a könnyűséget, a kapcsolatokat, azt is, hogy egy férfi segíthet neked most az élet utadon vagy a döntéseknél. A hold és Merkur bolygó olyan távolságban áll a nyilas jegyéből, ahol mások más véleményen vannak. Itt kell egy kis diplomatika, ne túl sokat, ne túl keveset, a kapcsolatot keresni, vagy a beszélgetéseket. A hold az jelenti az érzelmeket, itt is fontos ne túl sokat, ne túl keveset. Tehát kimutathatod az érzelmeidet, de ne túlozd ezt el. Ami a párkapcsolatot illeti Vénusz bolygó energiája, vagy egy bírósági ügyet, vagy egy bizonyos helyzetet, ami eddig olyan igazságtalannak tűnt, ez most nincs jó hatással a nyilas jegyére, és ez csalódásokhoz vezethet, ami Neptun bolygó energiája lehet. És a bak jegye. Itt van egy visszafele tekintő Plutó bolygó, ami utal a múltra, vagy arra is, hogy valami vagy valaki visszatart valamit. Itt plutóniumról is szó lehet, tehát nem kell félnünk most attól, hogy ez a háború, egy atomháború lesz a jövőben, tehát Plutó visszatartja ezt az energiát. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó a szomszédban van, és mint egy jó szomszéd segít, küld levegőt, tehát könnyűséget. Valami miatt fel tudsz lélegezni, hiszen Plutó bolygó azt is jelenti, hogy lezársz valamit, és akkor utána fellélegezhetsz. Neptun bolygó, Jupiter bolygó és Vénusz bolygó jó hatással van a bak jegyére. Ez szerencse a párkapcsolatban, élheted az álmaidat, és megvan az igazság, a szerencse, a lehetőségek. Merkur bolygó és a hold szintén segít, hiszen a föld elemében van a bika jegyében, és a bak jegye szintén a föld eleméhez tartozik,
ez egy jó hír, rendezheted az anyagiakat, egy előnyös szerződés. És a vízöntő jegye. A vízöntő jegyében van Mars bolygó és Szaturnusz bolygó. Mars bolygó utal az élet erőnkre, vagy lehet egy férfi is. Most ebben a háborúban természetesen utal a harcokra. És itt a levegő eleméről van szó. És Szaturnusz bolygó kihat a sorsra. Itt fontos most a levegő eleme, hiszen erre utalnak mindketten. És ez jelenti az ötleteket, a terveket, a kommunikációt, tehát egy diplomatikus kapcsolat jobb lenne, mint ez a háború. A Hold és Merkur bolygó nincs jó hatással a vízöntő jegyére, ez kihat az érzelmekre is, tehát valami nyugtalanít téged, ha a vízöntő jegyében születtél. Merkur bolygó az lehet egy rossz hír, vagy egy előnytelen szerződés is. Ahol szerencse van, az ott van a közelben, a halak jegyében, Neptun bolygó, Jupiter bolygó és Vénusz bolygó. Szerencse a szerelmi élet területén, vagy egy bizonyos helyzetben, ami eddig olyan igazságtalannak tűnt. Azt is jelentheti Neptun bolygó hatása, hogy vannak álmaid, és Szaturnusz bolygó segít abban ezeket az álmokat megvalósítani. A halak jegye. A halak jegyében van Neptun bolygó, és uralkodik a halak jegye felett, tehát otthon érzi magát. Jupiter bolygó szintén a halak jegyében van, uralkodik ő is a halak jegye felett, tehát ő is otthon van. És itt van Vénusz bolygó, aki ki tud emelkedni a halak jegyében, tehát nagyon erős energiamező van most itt a halak jegyénél. Egy jó hír várható, ami megnyugtató, hiszen a Hold, Merkur bolygó jó hatással van most a halak jegyére, a bika jegyéből. És Mars bolygó, Szaturnusz bolygó ott van a szomszédban, és mint jó szomszédoknál megvan a közelség, a bizalom, és segítenek. És ez az életerő, vagy lehet egy férfi is. Azon kívül Szaturnusz bolygó befolyásolja az életutunkat, a sorsutunkat, itt most rendeződnek a dolgok, kiépül valami, és ez előnyös a halak jegyére. Megvan a levegő eleme is, hiszen Mars bolygó és Szaturnusz bolygó megajándékozza a halak jegyében születetteket ezzel a levegővel, a könnyűséggel. Vagy valami történik, és akkor fel lehet lélegezni, javul a helyzet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!